halálra vertek Kárpátalján egy magyar férfit a toborzó központban. Magyarok ellen elkövetett atrocitások folytatódnak az elszakított országrészekben. Jelen esetben egy magyar férfit vertek halálra Kárpátalján. Mi is történik itt? Ha többet szeretnél megtudni, akkor nézd végig ezt a videót. Az én nevem Attila és a Gálor Finn nevű YouTube csatornámat nézitek. A mai videóban egy nagyon tragikus és szomorú hírre fogok reagálni, amire a Hír TV háború Ukrajnában nevű 2024. szeptember 27-i műsorban lettem figyelmes. A teljes műsor elérhetőségét a leírásban meg lehet találni. Reagálok, mert a magyarokat szünet nélkül itt-ott támadások érik a saját földjükön, egész Kárpát-medencében. És ezt nem szabad szó nélkül hagyni. A szomszédunkban egy brutális háború zajlik, a nagyhatalmak érdekszféráikat próbálják ukrán vérrel megerősíteni, és kiprovokálták azt a háborút, amely ma is zajlik. De itten többről van szó, mint azt a legtöbben hiszik naivan, hogy csak ok nélkül támadták meg Ukrajnát az oroszok. Atrocitások sorozata és tömegmészárlások előzték meg az ukránok részéről oroszok ellen elkövetett emberiség elleni bűn sorozatot, amely elszenvedői a magyarok is, akik ősi magyar földön, Kárpátalján élnek. Még mielőtt léteztek és kitalálták az ukránokat, a románokat, magyarok éltek a Kárpát-medencében, és ez tény, vagyis nem túlzok, mikor az otthonunkról beszélek. Lássuk, miről is van szó, mi is történt itten. És akkor kapcsoljuk Kárpátaljáról tudósítónkat, Dunda Györgyöt. Szervusz, jó reggelt kívánok! Halálra verhettek egy férfit egy kárpátaljai toborzó központban. Mi az, amit biztosan lehet már tudni erről az esetről? Nagyon nagy kérdőjel villant meg előttem, hogy nem katonák, hanem halottak kellenek az ukránoknak. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, sajnos történt egy újabb tragikus eset, ami a toborzáshoz, a kényszersorozáshoz köthető egyértelműen és közvetlenül. Kanalas Olga, ő egy szolyvai lakos, arról számolt be a regionális közszolgálati televíziónak, hogy a férjét augusztus utolsó napjaiban, 53 éves férjét erőszakkal az utcáról mozgósították. 53 éves embereket akarnak a frontra vinni, ezeknek semmi se szent. Miután engedélyezték, hogy pár nappal később meglátogassa a helyi toborzóirodába, akkor a férjét már kék foltokkal találta, vélhetően az asszony, a feleség, most már özvegy állítása szerint nyilvánvalóan összeverhették. Utána nem telt el egy nap, és már a rendőrség kereste azzal az értesítéssel, hogy a férjét Ungvárra szállították súlyos állapotban, ahol azonnal megműtötték. Kómába esett, nem is tért már magához, és nem sokkal később, pár órával később az intenzív osztályon életét vesztette. Milyen semmi emberek ezek? Hogy lehet úgy egy országot védeni, hogy erőszakot alkalmaznak a besorozáskor? Szemet szemért. Meddig megy ez így tovább, hogy a magyarokat bántják, lemészárolják, halálra verik? A magyar állam fel kell lépjen az erőszak ellen, és nem erélyesen, hanem határozottan. A magyar állam kötelessége megvédeni a világon bárhol a magyarokat. Ilyenkor nincsen határ, és ennek az őrületnek véget kell már vetni, így vagy úgy. Ahogy még mondtam, a magyarok élete senkinek nem ér, nem számít semmit. Így van ez Romániában is, ezt láttuk 1990-ben Marosvásárhelyen, ahol a magyarok ellen állami szinten léptek fel a fasiszta, rasszista erők. Nagyon sajnálom és szomorúnak tartom ezt az esetet, részvétemet nyilvánítom ki a családnak. Ez senki nem érdemli meg, csak azért, mert magyar. Az asszony, az özvegy feljelentést tett, a rendőrség, az ügyészség nyomozást folytat, hogy pontosan mi történt, de a toborzó központba sietve kiadtak egy nyilatkozatot, rendszerint, amikor ilyen tragikus eset történik, akkor a felelősséget állítják, nem ismerik el, így volt ebben az esetben, azt állítják, hogy szállítás közben éppen hirtelen rosszul lett, és infarktus miatt halt meg. Így van, a felelősséget senki se vállalja, mindig valamit kitalálnak, pont ahogy egy előző videóban volt, amikor román rendőrök vertek véresre és eltörték a csontjait egy kiskorú magyar fiúnak Marosvásárhelyen. Sajnos annyira ismerős, ami itten történik, van egy folytonosság az egészben a magyar gyűlölő országokban. És a legszomorúbb, hogy vannak magyarok, akik megkérdőjelezik azt, ami történik, mert ők jól nyalifaliznak a másik oldalnak, ameddig nem rúgnak egy jó nagyot beléjük is. Ugye azt tudjuk, hiszen maga az ukrán emberjogi biztos mondta, hogy Kárpátaljáról nagyon sokan keresik a hivatalát emberi jogsértések miatt, ami a sorozásokat kíséri, nem tartják be a vonatkozó törvényeket, a toborzó tisztek gyakran túllépnek a hatáskörükön, fizikai erőszakot alkalmaznak. Nem ez az első ilyen eset Kárpátalján, amikor
közvetlenül a toborzáshoz, a kényszersorozáshoz köthető egy-egy illető, egy-egy hadköteles korfú férfi halála, míg azelőtt, hogy esetleg kiképzésre vagy a harcmezőre jutott volna. Ahogy mondtam, egy olyan ország a szomszédunk, ahol a brutalitás megszokott. Ők még a sajátjaikat is utálják, és ha úgy tartja a kedvük, meg is ölik őket erőszakosan. És korábban az Ukrán Védelmi Bizottság helyettes vezetője, Szerhij Rahmanin is elismerte egy televíziós műsorban, hogy Odessa és Kárpátalja megyében nagyon sok a jogsértés, ami a kényszersorozásokat övezi. Miért Odessa és Kárpátalja? Mert Odesszában nagy az orosz kisebbség, mint tudjuk. Mi Kárpátalján magyarok, ruszinok és oroszok is vannak, bőven. Jó reggelt kívánok, köszöntelek szeretettel én is, Gyuri. Maradjunk a témánál, hogy ki mindent tehet meg mondjuk kényszer sorozás esetében, és volt egy konkrét odesszai eset, ha lenne olyan szíves, és megosztanád ezt a nézők, hogy pontosan miről is van szó. Igen, egy egészen brutális videóról van szó, még pontosabban az az egészen elképesztő, ami ezen a videón látható, hogy főleg elhangzik. Itt az odesszai toborzó központ kapujában gyakorlatilag kidobnak egy eszméletlen állapotban lévő férfit, akit az előző képek tanúsága szerint súlyosan bántalmaznak a toborzó tisztek katonaruhában lévő berek, ezt ugye látjuk. Aztán itten nyoma sincs az emberiségnek. És ezeket akarják az Európai Unióba hozni. Ez amint a demokrácia, ha így viselkednek és eszméletlenre vernek embereket, és az utcára hajítják őket, mint egy darab szemetet, akkor a bevándorlókra mi vár? Mert Ukrajnában sok embert kell majd pótolni a háború végén. A videón hallatszik, hogy nők, asszonyok oda mennek a toborzó tisztekhez, és hát számon kérik, hogy miért bántották és felelősségre vonják őket, feljelentik őket ezért a tettükért, és a legbrutálisabb mondat ekkor hangzik el az egyik toborzó tiszt szájából, aki konkrétan azt mondja ezen a videón, ha lelőttük volna, akkor sem este semmi bántódás. Mekkora szemét emberek, biztonságban ülnek távol a fronttól, és szerintem a legalja kell a toborzók köz legyen, akik kiszolgálják a kievi gazdikat. Ezután nagyon fölháborodnak értelemszerűen az asszonyok, és egyébként üldözőbe veszik azt a két toborzó tisztet, akik menekülni próbáltak az incidens eset után, és rögzíteni próbálják az arcukat, de a toborzó tisztek válaszul még egy tégladarabbal is megdobják az asszonyokat, és menekülőre fogják, tehát egészen brutális videó, és egészen elképesztő, amit ez a videó sugal, hogy sérthetetlennek érzik magukat a toborzó tisztek, és ezért van az, hogy éppen Odessa és éppen Kárpátalja megyében, amint fogalmazott Szerhij Rahmanin parlamenti képviselő, nagyon sok a túlkapás, és ezek után érthető az is, hogy miért van ilyen hatalmas ellenérzés, amikor, és ilyen társadalmi hangulat, ami a kényszersorozásokat övezi. Ennyi elég is. Itten már minden normális embernek felfel a víz az agyában. Nagyon sajnálom, és ahogy már mondtam, szomorú, ami Kárpátalján történik. Emberiség ellenes büntettek sorozata, és a háború csak húzódik. De meddig? Ameddig nem lesz már magyar, vagy orosz, vagy ruszin, vagy cigány, mindenkit el akarnak pusztítani ezek. Hogy csak ők maradjanak. Szerintem előbb-utóbb békefenntartó erőkkel menjenek a részünkről is a legnagyobb részben a magyarok érdekeit védeni, és a békét. Mert ez így nem mehet tovább. Békefenntartó erők kellenek megvédeni az emberi életet, az emberi méltóságot. Milyen világban történhet ilyesmi? Mégsem vagyunk a Közel-Keleten, ahol az életnek nincs értéke, vagy mégis, nem voltam elhatározva, ha beleálljak ebbe a témába. De egyre több a magyarok ellen elkövetett jogsértés, és kell beszélni ezekről. Mert az embereknek joga van tudni, mi is történik a testvéreinkkel, bármilyen ország is bitorolja az ősi hazánkat. Ennyit akartam mondani, szerintem elég is, mert aki érti, az érti, aki nem, annak hiába is beszélek többet. Ha kíváncsi vagy ilyen és hasonló tartalmakra, akkor osszad meg a videót, és iratkozz fel, mert csak így kapsz értesítést a következő videóról. Kitartás testvéreim, az igazság pillanata eljön a magyar nemzethez is. És ha kell, akkor együtt megmutassuk, kik is vagyunk mi. Köszönöm szépen a megtekintést, a viszontlátásra, sziasztok!